20. alkalommal rendezték meg idén a Gellért szálló Goblen termében a magyar alapítású nemzetközi irodalmi díjat, a Balassi Bálint emlékkard átadót. Ezt az elismerést minden évben egy magyar költő és egy külföldi műfordító kapja. Igaz, az elismerés pénzbeli juttatással nem jár, Molnár Pál főszerkesztő szerint maga a díj ennek ellenére is hatalmas jelentőséggel bír. Maguk a Kossuth díjas költők elismerik, hogy nekik sokkal kedvesebb a Balassi kard, mint a Kossuth díj. 90-es években elkezdett Magyarországra be áramlani ez a Valentin kereskedelmi ünnep, és egy kicsit bosszantott engem ez, és arra gondoltam, hogy nekünk van egy Balassi Bálint nevű nagy költészeti kincsünk, inkább őt állítsuk a figyelem fénykörébe. A legjobb költők kerülhetnek közel a Balassi kardhoz. Ez az első szempont, hogy minőségileg nagyon magas színvonalú verseket írjon. Emellett, hogyha még valahogy egy kicsit balasis habitusú is az ember, a személy, a költő, a poéta, akkor az egy jó pont. Balassi Menyhért nevű rokona, ő neki a sírjában találtak egy kard maradványt, amely most a Nemzeti Múzeum 16. századi termében van, és annak alapján kovácsolta ki Fazekas József bonyhádi kardkovács. Idén a magyar költő Agócs Sándor, egy 59 éves Kecskeméten élő poéta, egy könyvkiadó vezetője. Ő azon kívül, hogy nagyon jó verseket ír, azon kívül más költők érvényesülését is segíti. A könyvszerkesztési munkámat félresöpröm egy kézmozdulattal, és reggelig verset írok. 5-6 évvel ezelőtt jelent meg az Ördög lakata számon című verseskötet, és azóta is próbálok újabbakat és újabbakat. De én lassan összeáll a következő. A kiadón 230-nál is több könyvet adtunk ki az elmúlt 25 évben. A többek között a korábbi díjazottak között is van 3 vagy 4 olyan szerző, akinek a könyvét mi korábban megjelentettük. A művésznő pedig Harada Kiyomi, Tókióban élő japán irodalmár, aki 10 éve lefordította Adi egyik verses kötetét, tavaly pedig kiadta József Attila egy verses kötetét, és tavaly nyáron elküldtem neki 10 balassi verset, amelyek közül kiválasztotta ezt, amelyeket átfordított, átültetett japán nyelvre. Balassi Bálint verseit fordítani nagyon nehéz, ezért idő kell. Azért, mert nehéz, azért, mert az eredeti hangulatát is őrizni kell, és másrészt mai japán olvasónak érthetően, érezhetően kifejezni kell. Mindig meghív minket nagyon messzelevő világba. Például Trubadó Lira, vagy Petrarca világába, és verseivel utazhatunk mi. Balassi Bálint versei néha nagyon közel állnak a japán régi versekhez. This is the first time that Japanese person ever got this award. This award signifies the closeness between Hungarian and Japanese relationship, and also further strengthening of the relationship between the two countries. Zene és költészet együtt van. Mindig van egy zenei ősbemutató. Ezt az idén a Mistral együttes tartotta. Megzenésítette Balassi 65. versét, nagyon gyönyörűen. A rendezvény fontosságát fokozza, hogy a Balassi Bálint emlékkard átadását minden évben egy borszemle előzi meg, amelynek idén Eger adott otthont. Itt kiválasztják, hogy melyik bor érdemes leginkább arra, hogy a két díjazott megkapja a kard mellé. Emellett a ceremónia fényét az is emeli, hogy a kard átadás díszőrségét a Szent György Lovagrend katonai hagyományőrzői biztosítják.